megszületett a várva vár döntés. Persze nem olyan döntés született, mint amiben bíztunk, ugyanis a Debreceni Választási Bizottság elkaszálta a Mi Hazánk Mozgalom helyi ügydöntő népszavazás kiírására vonatkozó kérdését, amely ugye a debreceni akkumulátorgyár megépítését kívánta megakadályozni. Hozzáteszem, hogy a döntés túlzás nélkül a jog megerőszakolása és a közigazgatási szakma szégyene. A lemoshatatlan szégyenfoltja. Arra hivatkozik, egyelőre még csak szóbeli közlés alapján a Választási Bizottság, hogy egyrészt a Mi Hazánk Mozgalom kérdése nem volt egyértelmű, másrészt pedig állítólagosan alapjogokat kívántunk sérteni azzal, hogy az ivóvíz használatra és a széndioxid kibocsátásra hivatkoztunk a kérdésben. Alapjogi sérelem fel nem merül, legfeljebb a Fidesz és a kínai befektető gazdasági érdekei sérülnek, alapjog sérelem fogalmilag kizárt. Az pedig, hogy nem egyértelmű a kérdés, az már a legmélyebb nevetségesség kategóriája, és ilyen hajánál fogva előrángatott, mondva csinált érvrendszer az egész, hiszen egy átlagos értelmi képességgel rendelkező választópolgár simán fel tudja fogni azt, hogy mi szerepel ebben a kérdésben. Politikai döntés született, ez teljesen egyértelmű. A politikai döntéshozók tolba mondták a Debreceni Választási Bizottságnak, hogy el kell kaszálni az akkumulátorgyár megépítését megakadályozó kérdést. Ezáltal gyakorlatilag a magyar és nagyobb részt a kínai disznófejű nagyurak érdekeit kívánja kiszolgálni a debreceni polgármester, a debreceni politikai döntéshozók, a debreceni közigazgatás, a debreceni választási bizottság, amelyet egészen kivételesen felháborítónak tartunk. Ebből egyébként legalább két dolog következik. Az egyik, hogy azok a belső, nem publikus közvéleménykutatások, amelyeket az elmúlt hetekben tartottak Debrecenben, valószínűleg bekapcsolták a vészjelzőt a Rogán műveknél, ugyanis nagy esély mutatkozik arra, hogyha valamelyik kérdést egyszer átengedik, akkor összegyűlik a 33.865 aláírás, és valószínűleg érvényes és eredményes népszavazásra lenne képes Debrecen népe, amely elkaszálná ezt a beruházást. Na most legalább 3000 milliárd forintos bizniszről van szó, amelyhez legalább 350 milliárd forint adófizetői pénz kapcsolódik. Most nem akarok olyan sötét hasonlatokkal élni, hogy 3000 forintos biznisznél sokkal kisebb üzletek miatt is meghaltak már emberek, meg tűntek el nyomtalanul Magyarországon. Hát ha itt még most nem is tartunk, nem is jelentek ki ilyet, úgy néz, hogy a közigazgatás az beáldozzák, a közigazgatás maradék szava hihetőségét, annak érdekében, hogy elodázzák egy ilyen népszavazás kiírását. Ezzel azonban két dolgot értek el, az egyik, hogy a debreceni törvényszékhez fordulunk, ahogy a határozatot közzé teszik, nyomban a debreceni törvényszékhez fordulunk, másrészt pedig az Alkotmánybíróságig is elmegyünk, az elkaszált kérdés kapcsán. Másrészt pedig a lehető leggyorsabban be fogunk adni új népszavazási kérdést, hiszen ezzel nem vették el a kedvünket, hanem csak azt érték el, hogy még áldázabban fogunk harcolni annak érdekében, hogy Debrecen népe véleményt mondhasson erről a beruházásról. És ne a disznófejű nagyurak érdekeit, meg ne a fideszes holdudvar érdekeit kiszolgáló szégyenteljes döntések szülessenek. És az természetesen azt sem vigasztal minket, hogy az összes ezzel kapcsolatos kérdést elutasították. A mi kérdésünk volt a legjobb, a mi kérdésünk lett volna képes megakadályozni ezt a beruházást, a mi kérdésünk volt alkalmas annak a joghatásnak a kiváltására, hogy végül is érvényes és eredményes népszavazás történjen, vagy kerüljön sor ilyen népszavazás a Debrecenbe. Minden esetre a küzdelmet tovább folytatjuk, ezzel nem tudtak minket lerázni, és egyébként jelzem a debreceni vezetésnek, az ottani politikai maffiának, a magyarországi gazdasági holdudvarnak, meg a kínaiaknak is, hogy a kérdés az úgy szól, és a következő kérdések is úgy fognak szólni, hogy egyetértően azzal, hogy gyár épülhessen, vagy üzemelhessen. Aztán, hogy milyen módon folytatódik a kérdés, az már egy másik történet, de hiába fogják megerőszakolni azzal a debrecenieket, hogy esetleg gyorsan megépítik a gyárat, az üzemelést is képes lesz. Már egy megépült üzemelő gyár működését is képes lesz állítani egy érvényes és eredményes népszavazás. Egyébként véletlenül nem csak a Mi Hazánk Mozgalmat háborítja fel a döntés, hanem az egyre nagyobb számú debreceni választópolgárt is, hiszen egyre többen
kísérik nyomon ezeket az eseményeket. Az pedig valószínűleg a legbigottabb Fidesz szavazókat leszámítva egyre több embernek lesz gyanús, hogy miért nem hagynak teret az embereknek, miért nem hagyják, hogy véleményt mondjanak a debreceniek. Ha minden rendben van, ha a disznófelnagyoroknak nem kell attól félni, hogy ettől a zsíros falattól elesnek, akkor meg egyébként minden úgy van, ahogy a környezetvédelmi hatóság leírta, tudjuk, hogy az sem igaz, az is egy ordas hazugság sorozat, akkor miért nem lehet hagyni az embereknek véleményt mondani? Hát a Fidesz ellenzéki időszakában egy gumigyár megépítése ellen is akcióba lépett. Érdekes, akkor fontosak voltak a környezetvédelmi szempontok, fontos volt az emberek egészséghez fűződő joga, most már ez nem fontos. Tehát ha van alapjogi sérelem ebben a történetben, akkor az a debreceniek egészséges ivóvízhez való joga, a debreceni emberek egészséghez fűződő alkotmányos joga, semmi más nincsen. Sokfajta indoklásra számítottam, de alapjogi sérelem meg nem egyértelműség, vagy egyértelműség hiánya, ez fel sem merült bennem. Úgy látszik, hogy bármilyen indoklást képesek kitalálni politikai megrendelésre azok a közigazgatási döntéshozók, akiknek azért egyszer majd el kell számolni. Nem csak a lelkiismeretükkel, hanem ezekkel a szégyenteljes, szakmaiatlan és egyébként Debrecen jövőjét végveszélybe sodró határozatukkal. Úgyhogy ezt a határozatot meg fogjuk támadni minden létező bírósági fórumon, és új kérdést is be fogunk adni. Ez a végkövetkeztetés, úgyhogy erre számítsanak a disznófejű nagyurak, és erre számítson a helyi politikai maffia is.